Is. Hajtásait hegyes áttörések borítják, lombfakadás előtt nyílnak rózsaszín vagy fehér virágai, kertészeti lerakatokban, faiskolai lerakatokban nagyon kedvelt növény, és koratavasszal, ha kiteszik, illetve a virágboltok elő, akkor egészen biztosan, hogy elviszik, tehát amíg lombtalan, lomb nélküli, levél nélküli, de már virágozó ágaival felhívja magára a figyelmet. Sárga alma termése van, amely egyébként szintén díszítértékkel bír. A szaporítás a magvetéssel, dugványozással, bújtással vagy oltással történik. Magyarországon egy ismert és kedvelt növény, a Nyugat-Európában, ahol természetesen hát, még szebb csomagolásban, meg a virágainak a színe, a különböző fajták színei, azok rajta vannak ilyen nagyon szép etiketten, sokkal jobban pörög, virágboltok elől is el szokták vinni. Egy fényigényes, közepes vízigényű cserjéről van szó. Virágkörtészeti felhasználását tekintve tavasszal virágos hajtásait használhatjuk fel, természetesen ezt az első van akkor, ha még viszonylag bimbos állapotban kerül hozzánk a virágboltba maga a szára, illetve parkokba, kertekbe szoliterként ültetik. Nem sövénynek való, hanem inkább ilyen kellemes foltokat lehet vele kialakítani. Mivel hogy korán még ugye lombfakadás előtt virágzik, ezért hát lehetőleg ne a kert egyik sarkába tegyünk el, hanem olyan helyre lehetőleg előkert vagy utcafront, de leginkább előkerteknek az a tipikus növénye, amely lényegében kora tavasszal hát köszönti a kertbarátot, és aztán később természetesen visszahúzódik is egy viszonylag, hát ez is kifejezésben picit egy ilyen jellegtelenebb cserje lesz, amit ők kevésbé vesznek észre. Úgyhogy a kenobélesz, japonika, japán, díszbirs, az mind kertépítészeti szempontból, mind pedig a virágboltunknak a kereskedelmében egy fontos tényező lehet kora tavasszal.